Ez rossz ötlet volt, de már kimondtam. Azt tuti, hogy rossz ötlet volt. Csak kis kekszé, szép öreget kívánok mindenkinek! Ismét egy igaz vagy sem, vagy igaz vagy hamis, hogy hívjátok, hogy akarjátok videó. Mivel rengetegen kértetek YouTube videókat, hogy azokra is reagáljak, ezért most ebből jön egy kis egyveleg. Kezdjünk a tesókkal akkor. Már volt szerencsém találkozni velük, ugyanis egyszer egy helyszínen forgattunk. Elképesztően jó fejek voltak egyébként, a családjuk is tök jó arc volt, a srácok is tök jó fejek voltak. A mai videóban megnézzük, hogy ki bírja jobban a csípőset, világ legerősebb chipse. Nem ez a világ legerősebb chipse. Legerősebb chipset hamarosan meg fogom rendelni. Nem várom, nálam durvább tolerancia szinten rendelkező emberke ette a chipset és reagált rá, pedig soha semmire nem reagál. Azt viszont senki ne kóstolja meg, aki nincsen edzésbe. Meg sem mondom igazából, hogy melyik az. Legyen meglepetés majd, ha megjött, meg tudjátok. De lássuk, melyik verziót eszik egyáltalán. Egy-egy chipsel kezdjük ezzel. Egyáltalán nem csíp. Jó volt ilyen bulászik, bemelegítőnek. Csirke szárny lesz. Fink szaga van. Az íze is olyan. Lesz még egy pár dolog, hogy meg kell kóstolnunk. És lesz majd csípős is amúgy. Arra jó egyébként eddig ez a videó. Imádom! Imádom azt benne, hogy ezek a chipsek, amik állna hisztéznek, mindenki meg akarja velem kóstoltatni a lésznek ezt a halapanyós chipset. Na az a legerősebb, Rika, azt kóstold meg, az majd csípni fog. Itt vannak az arcok, akik nem sűrűn esznek csilit, és tessék, ők is azt mondják, hogy nem csíp. Az a baj, hogy a csípős nem úgy csíp, hogy vagy gyengén, vagy erősen, hanem mindegyik máshogy csíp. Nagyon-nagyon jól mondja, minden csípős máshogy csíp, és vannak olyanok, amik sokkal marósabb hatásúak, azokat én sem szeretem, sokabban szeretem ezt a tűszurkálós. Tök jókat mondanak, bekker, le vagyok nyűgözve. Nem tudom, engem ez a videó ezt szórakoztat. Ha fapofával csinálnánk mindent, akkor a kutya fülét nem érdekelné az egész. Így dög unalmas lenne az összes videó. Egy darab chips van ebbe, egy darab szem. Most nem azért a két fillérért, elég érdekes clickbait egyelőre, hogy az, hogy itt van egy paki chip, és nem a paki chip van előttük. Nézzétek. Ebben van benne. Én eddig megkóstoltam 6 különböző One Chip Challenge-et. Ez a verzió, ami előttük van, a Cheb One Chip Challenge, a legcsípősebb az összesből. És a legkevésbé OKD kízű. A lényege az lesz ennek a kihívásnak, hogy nem szabad reagálni. Olyan. Azt megnézem a reakció nélkül. Addig jó bírják, de... Tetszik a hangeffekt alatta. Nem iszunk rá vizet? Kíváncsi lennék, hogy ettek előtte egyébként. Nem jól tovább, nagyon fáj. Legyen már vége. Az egy, ami segít rajta, talán. Ez nem a jég, hanem a citrom. Meg a sétálás. Ha valakinek nincs meg ez a sétálás dolog, 2 videóval ezelőtt megmutattam, a legutóbbiban pedig ki is próbáltam. Ha valamiket nem láttatok, nézzétek vissza. És ennyire kevés is elég a kis szervezetének ahhoz, hogy az endorfin elöntse és beálljon tőle. Teljesen valid. Azt nem értem, hogy ez hogy lehet legálisan kapni. Hogy be lehetne, ez ne viccelj, finom. No, részben korrekt volt, a borítókép az nagyon clickbait. Én 2 éve láttam utána bármilyen videójukat, ahhoz képest ez egy giga előrelépés, és határozottan szórakoztató volt. Ne felejtsétek, hogy a www.pazarshop.hu-n a chili vanat kuponkóddal mindenre 10% kedvezmény van, ott vannak a kedvenc chilim, hogyha szeretnéd tudni, hogy milyen chilit ajánlok, akkor ne kérdezz meg, mert nem fogom tudni személyszerre szabottan elmondani. Cserébe mindent, amit szeretek, azt igyekszem begyűjteni a Pazarshopra, jönnek a külföldi szószok, és nem sokára bővül is a termékpaletta. Kíváncsiak vagytok, hogy mit ajánlok, akkor www.pazarshop.hu. Hú! Menjünk egy jó Bispertorra. Szintén nagyon sokat kért videó. Oh my god! Na, mielőtt belemegyünk ebbe a dologba, nem szégyellem, az én guilty pleasure-öm, hogy Bispertornak a TikTokját nézem. 21 óraig extra csípős kajákat ettem. Kizárt! Most a videó elején mondom, kizárt dolognak tartom, hogy egyetlen egy extra csípős dolgot is fog enni ebben az egész videóban. De, ha szeretnétek látni, hogy mi az, amikor valaki 21 órán keresztül extra csípős kajákat eszik, ha legalább 100 különböző ember megírja a kommentben, hogy szeretne látni egy tényleg extra csípős 21 órás challenge, akkor rámegyek. Ez rossz ötlet volt, de már kimondtam. Azt tuti, hogy rossz ötlet volt. Na lássuk. Egyébként utálom a csípőset. Plusz fogalmam sincs, mi az, ami csípős, és mi az, ami nem. Lehet, hogy valami, ami nekem csípős, az nektek olyan, mint a gumicukor. Ez így igaz. Legalább ő is mondott benne valami jót. Viszmertom, ha benne vagy egy ilyen 21 órás, vagy bárki, akinek ma a videóját kilemzem. Kilemzem. Jelentkezzen akkor még a 100 komment csak el. De én mondom meg, hogy mit eszünk.
Megkerestem a legcsípősebb szmeklevest. De hogy ezt megextráztam, beszereztem egy tabaszkót is. Imádom a tabaszkót egyébként, az egyetlen nagyon recetes szósz, amit tényleg szeretek. Szóval ez itt a reggeli csomagom. Ez az a fajta legcsípősebb, amit ha bemész teljesen random bármelyik boltban és keresel egy csípős zacskós levest, ezt fogod kapni. Esküszöm, már a szaga is csíp. Halló, oké, elindul. Elvíz, elvíz! De miért akar mindenki vizet inni? És attól, hogy meleg, még rosszabb. Oké, szerintem ez a rész egyébként határozottan túl van játszva. Ennek azért valamennyire kell csípnie. Nyilván ez nekem jó esetben pikáns lenne, de ez fixen túl van játszva. Indiai... Va? Na, indiai. Miért nem indiai teszel? Legyél indiai? Kis gyomorrontás megint. Tegyük már tisztában, nem kapsz azért gyomorrontást mindenáron, mert chili teszel. Chili nem egyenlő gyomorrontás. Chili nem egyenlő gyomorfeké. Chili nem egyenlő gyomorrák. Nincsenek ilyen baromságok. Nem leszel minden esetben rosszul azért, mert csülit eszel. A biztos, hogy kedvéért teszek erre is egy kis tabaszkó. Let's go! Pokol íze az egésznek. Ne! Pokol íze az egésznek. Ne, és tényleg, hallod? Feltekert kupakkal. Várja. Ez a világ legerősebb chili szósz, elérősebb chili szósz, az egész rohadt világon nincsen. Most az egészet belőttem a számba. Á, nem bírom, kell egy kis víz. Jaj, ez te a volt! Áááá, most mit csináljak? Tehát gyakorlatilag ez csak egy csak pikás. Csak néz ki, hogy mondjam. Ez az extrém csípőset eszünk cím, ez oltári clickbait, azt utána megveszi a pikás termékeket, amire ő is azt mondja, hogy jó, hát ez csak pikás. Vannak rengeteg csípős szósz tett bele, illetve ez is tele van csípős szósztal, pont. Nem értem, hogy ha az a lényege az egész videónak, hogy csak fú, brutál, extrém csípőset eszik, akkor miért nem mutatja meg, hogy mennyit tettek bele? Hú, rengeteget tett bele. Nem érzek semmit, vágod, kiégtek az ízlelő bimbóim. Nem égtek ki az ízlelő bimbóid, neked sem. Senkinek nem égnek ki az ízlelő bimbói a csípőstől. És nem bírok aludni, annyira fáj a hasam. Egyébként az valit, tehát ha soha nem eszel ennyi csípőst, amit ő megevett, ettől is fájhat a hasatok. Konkrétan nem tudtam aludni este semmit. Vagyis, hogy a WC-nél szakáztam körülbelül. Erős volt. Jöhet még egy, na lássunk, csak menjünk rá szépen, Mester Pista. Mester Istvánról annyit tudok, hogy semennyit. Words 6-es csakletes videójába beletekertem, mert azt mondták, hogy csak egy kockát evett be, amikor szerintem az egész egyébként egy kocka, de még az is föl van osztva, még néhány kicsi icipke, picike kockára. Összeszedtem a városban az összes kapható csípős chipset, ketchupot fogok rárakni. Ezen látszanak már a bors darabok, szóval... A bors nem kapszai cínes, azt hiszem pepin van benne, ha jól emlékszem. Hogy nem csíp. Következő chips. Felvezetőnek egyébként egészen korrekt, hogy rahedli chipset megeszik. De elérkeztünk a végső chipshez. Pakuj Manchip Challenge. Vannak azok az emberek, akik megesznek ebből 60-at, és élnek, mert ők istenek. Én megeszek egy ilyen, és ha nem halok bele, nekem az már siker. Tök igaza van, nem kell ezt túlzásba vinni. Hú, ezt volt rajta két egészen. Chip? Mennyire chip? Hát jobban, te többi. Az elég sokat elárul, nem? Hogy láttátok azt a két icike-picike fekete pöttyöt az ujján? Lenyalta, az csípősebb volt, mint bármi, amit azelőtt tettek. Ennyit a bolti termékekről. Megszülítette a fejem. Ez főleg az izgulás miatt van ilyenkor. Ez 8-9-et feszegeti. Kibe alig kapom a levegőt. Tök kire egyébként, hogy állja a sarat és nem viszik rá mindenféléket. Kis feszkó levezetés az jó. Jó. Kezdett rázni nektek. Hogy nézek ki? Ez összes reakciója tök valid. Tehát ő megszenved tőle. Ez van. Úgy látszik, hogy maradt egy kis darabocska. Meg akarod enni? Hát, meg miért ne? Egyből elöntött a melegség. Aztán azt. Érzek egy ilyen zsibbadást így a végtagjaimba. Azért nem nagyon szoktam ezeket a videókat nézni, mert mit reagáljak rá? Kap egy lájkot, mert megette a chipset, kemény volt, kibírta, elvileg nem ivott rá, a reakciója az egy icipicit túl volt játszva, de YouTube videóról beszélünk, túl kell játszani, jó? Tehát, hogy ő nem hazudja szaraszél az egészet, a rájátszás az nem irreális, a srác szimpatikusnak tűnik, aztán ennyi. Menjünk tovább. Na lássuk, Szala Isti. Szala Istiről annyit tudok, hogy létezik és hogy nagyon sokan nézik. Istiről egyébként úgy tudom, hogy jó arc, ez minden, amit tudok róla. Na lássuk, mit reagál rá. Te szét van törve. Ó, te úristen! Okos, hogy a kesztyűt használja. De csípni a szememet, esküszöm már most. Nyilván hozzáért az ajkamhoz. Figyelj, tök mindegy, hogy hozzáér az ajkadhoz vagy sem. Az csíp, ott csíp, ahol akar. Befele is ott csíp, ahol akar. Kifele is ott csíp, ahol akar. Sőt, menet közben is ott fáj, ahol akar. Nem tud befolyásolni, úgyhogy... Már csak azért is, mert ezzel előbb-utóbb úgyis meg fogod nyalni a szád szélét. És onnantól kezdve csípni fog. Kár volt lenyelni.
Valid, ez ennyire tud fájni, nem vagy hozzászokva, megcsavar, megcsűr, sokszor elmondtam már. Így én is szoktam időnként szenvedni, valami hardcore challenge-re rámegyek. Fagyi, jó? Ez borzasztó. Én nem értem, hogy hogy kezdte el csípni a szememet, de elkezdte, az nem akar múlni. Ez normális, ezeknek nem múlik elő a marha gyorsan a csípőssége, nem segít a szupererősön igazából semmi, ha már benyaltad, várd meg, amíg elmúlik, nem fog segíteni úgyse sem. Látok, ez kegyetlen. Lehetőleg jókat káromkodni, az egyébként az mindig segít. Egyet ma megtanultunk. Ha azt hiszed, hogy nem tudsz cifrán káromkodni, egyél csípőset, és rá fogsz jönni, hogy de, magyar vagy, és tudsz. Köszönöm szépen, idegítottam, mindenféleképpen nyomd meg a csengőt, meg iratkozz fel, ha még nem tetted, jövő héten lesz valami hasonló videó, lehet, hogy TikTokból, lehet, hogy valami másból, utána pedig igyekszünk megint elmenni valóban forgatni egy jót, úgyhogy addig is csatlakozzatok, gyűjjetek, és kövessetek be még mindenhol máshol is. Köszönöm szépen, sziasztok, gyertek legközelebb is, pá, puszi, pá. Kell még ide valamit mondanom? Nyomjam még?